Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy picit régre nyúlunk vissza, a következő két hétben gyakrabban lesz olyan videó, ami a régi csatornán már fel volt dolgozva régebbi témákkal. Most egy picit a titkos invázión kívül csend van a Marvel házatáján, így ezek a legalkalmasabb idők arra, hogy egy picit a múltba menjünk, hiszen ott is vannak nagyon érdekes dolgok. Ezt a videót már shortsban röviden megcsináltam, viszont úgy gondoltam, hogy többet is érdemel. Hogy működik a csettintés, mit tud a lélekkő, és vajon Thanos a második csettintéskor kivel találkozott benne? Először is abban, hogy melyik kő mit tud, szerintem nem érdemes belemenni, a többség úgy is tudja, kivéve a lélekkőbe, főként ugye azért, mert ennek a videónak a középpontjába ez a kő van. Sokan ezt tartják a leghaszontalanabbnak, azonban néhány producer szerint meg pont, hogy ez a legfontosabb. Na de mit is tud ez a végtelen kő? A lélekkő képes lelkeket manipulálni, képes megidézni halottakat, úgy, mintha tényleg ott lennének. Másrészt a használója lelkével is kapcsolatban áll, így magának a használónak a szerettei közül is képes megidézni bárkit, de egy adott személy jövőbeli változatát is meg tudja mutatni, és a kommunikációt is lehetővé teszi, ugye így volt lehetséges az, hogy Tony Stark a csettintése után találkozott a lányával a lélekkőbe, csak ezt kivágták. Ez még nem volt teljesen letisztázva, elmagyarázva soha, de a jelenlegi tudásunk szerint, ha valaki csettint a kövekkel és köztük van a lélekkő, akkor valószínűleg mindig bekerül a kőbe és találkozik valakivel, aki ez a lelke a legközelebb áll abban az adott pillanatban. Legtöbbször ez a személy az, akit feláldoznak a kőért, mert hát ugye úgy lehet megszerezni, hogy a feláldozod azt, akit legjobban szeret. Viszont hogyha többször használja az illető, akkor többször bekerül a lélekkőbe, és nem csak csettintéskor, hanem akkor, amikor az adott illető akart, ehhez nincs szükség a másik öt végtelen kőre, elég csak a lélekkő. Négy csettintésről tudunk az MCU-ban, illetve négy olyan esetről, ahol a lélekkő is használatba került. Első ugye Thanos volt, és ő találkozott is Gamorával. A második szintén Thanos volt, erre majd mindjárt visszatérünk, a harmadik Hulk, és valószínűleg ő is találkozott valakivel, egyes teóriák szerint Natasával. A negyedik az Tony volt, ő biztos, hogy a lányával találkozott. Ugye erről van is egy teljes jelenet, csak ugye kivágták a filmből. Ami most engem jobban foglalkoztat, hogy Thanos másodjára kit látott, kivel találkozott. Ami biztos, hogy a jelleme eléggé megváltozott, ezt mi is láthattuk, így valakivel találkozott, és ez a valaki szerintem biztos nem Gamora, mert abban a lelki állapotban, amiben volt a második csettintéskor, elmondása szerint eléggé meg volt babonázva a kövek miatt, ezért elpusztította őket. Ugye említettem, hogy a kő képes a jövőbeli személyeket, sőt még a múltbéli személyeket is megjeleníteni, és valószínűleg képes a felhasználó múltbéli vagy jövőbeli ényét is megmutatni, és lehetővé tenni neki a kommunikációt is. Ezért él a teória bennem, miszerint Thanos nem mással, mint saját magával találkozott a lélekkőben, és ezért is változhatott meg ennyire. Vagy bárki mással, vannak olyan elborult teóriák, miszerint Kang-el, én ezt teljesen kizártnak tartom, ez biztos, hogy nem így volt. És hát az én elméletem se igaz, ez csak egy teória. Kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, további szép napot, sziasztok!